Hagyományteremtő tükenap a Tekkén. Nyit a Pécsi Polgári Szalon Egyesület. Nagy szükség van képzett hitoktatókra. Jubileumi tanéve zárt a Hittudományi Főiskola. Hősök, újítók, felfedezők. 70 programmal várták a pécsieket a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják június 27-én hétfőn. Tartsanak velünk! Szent Iván napján és éjjelén elvarázsolt kerté változott Pécs, varázslatosan mesés városrésze a Tettye az első pécsi tükenap alkalmából. A hagyományteremtő rendezvényt a Pécsi Polgári Szalon Egyesület szervezte. Bábelőadás, fényfestés, játszóház, koszorúkészítés, arcfestés, kamaromuzsikusok műzikel előadása várta a nagy érdeműt. A város által szervezett programok nem csak a belvárosra kell, hogy koncentráljanak, hiszen az emberek többsége nem ott lakik. Erre jó példa a mostani első tükenap, amelynek a Tettye ad otthont, mondja Csizi Péter országgyűlési képviselő. Ha belegondolunk, akkor a Mecsekoldal az a területe a városrésznek, ahol olyan kevés közösségi tér van, ott a legkevesebb a játszótér, ott a legkevesebb a járda és az olyan objektum, ahol a lakosság össze tud ülni. És a Tettye az egyéb az nem csak a Mecsekoldalnak lehet a közösségi tere, hanem gyakorlatilag a pécsi polgárságnak mindig is a tüke polgároknak az ilyen közösségi tere volt, úgyhogy ezt a két problémát fogjuk majd összevonni, és azt szeretnénk, hogy a Mecsekoldalnak és a pécsi polgárságnak legyen egy nagy közös napja ilyenkor nyár elején. A Pécsi Polgári Szalon Egyesület 2014 őszén nyitotta újra kapuit. A nagyközönség felé igyekeznek programjaikat megmutatni. Első rendezvényük a Szent Iván napjához kapcsolódik, mely egyben a csillagászati nyár első napja is. Ré György volt az, aki a múlt században színpompás ünnepieket rendezett itt a domboldalon. Most Csizi Péter támogatásával és az Egyesület összefogásával újraéled új köntösben a régi hagyomány. Szeretnénk most a pécsieknek, a tükéknek megmutatni egy kicsit más oldalról a Tettyét, a Tettye értékeit ezen a napon. Az egyes objektumok, a Pintérkert vagy a Méztufa Barlang kedvezményes áron áll a családok rendelkezésére. Éppen ezekben a percekben is folyik egy izgalmas színházi előadás a Márkus Színház részéről. Gyerekeknek, családoknak szeretnénk programot nyújtani, programot adni ezen a gyönyörű péntek délutánon, amelyik estébe hajlik. Bábelőadás, fényfestés, játszóház, koszorúkészítés, arcfestés, kamaramuzsikusok, musical előadás, jazzkoncert, táncszínházi előadás várta a nagy érdeműt a Tettye romoknál, a színpadon, játszótéren, a Méztufa barlangban és a Pintérkertben. A két utóbbi helyszínen 50%-os belépőjeggyel a hétvégén. A jubileumi év kezdetén idén januárban Pécsett találkoztak az ország Caritas igazgatói és összeállították az éves programot. A katolikus segélyszervezet idén kettős jubileumot ünnepel. A Caritas megalakulásának 85. és újjászerveződésének 25. évfordulóját. A közelmúltban a pécsi szervezet székházában adták át 65 családnak a pelenka adományt. Az egyik drogéria lánc 5 éve Együtt a babákért néven kampányt indít az elszegényedett kisgyermekes családok megsegítéséért. A program keretein belül a katolikus Caritas közreműködésével fél évre elegendő pelenkával támogatnak 800 rászoruló családot. Ezen kívül gyerekek nyári táboroztatását támogatják, ősszel újraindul az iskola kezdési segélyprogram, megrendezik a Szent Erzsébet napokat és az 1 millió csillag akciót is. Az imént látott témában mai vendégünk Besenci Zsolt, a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Caritas igazgatója. Szeretettel köszöntöm. Találkozásunk apropója pedig az, hogy kettős jubileum van ebben az évben önöknél. 25 évvel ezelőtt, illetve 25 év, hogy új alakult a Caritas, és 85 évvel ezelőtt alakult meg az eredeti Caritas. Milyen programgazdagság várható ebben az esztendőben? Gondolom nagyon felkészültek erre az idei évre így. Igen, jó napot kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy érdeklődnek így a Caritas iránt, és hát az idei év az számunkra egy, tényleg a jubileum év kapcsán egy nagyon erős programokkal gazdag év, nem csak a folyamatos programjainkat, de emellett az ünneplést is azért egy picit előtérbe helyeztük, és elég sok programot terveztünk, olyanokat, amik amúgy nem
vannak, tehát nincsenek bent a program tervezeteinkbe. Ilyenek például egy fotópályázat, ami nem sokára kiírásra fog kerülni, ami a szegénységgel kapcsolatos, egy országos fotópályázat, vagy volt most egy rajzpályázatunk, ami nagyon nagy sikerrel zárult, általános iskolásoknak lett kiírva, kimondottan a Caritásszal kapcsolatban, kimondottan a jubilomi évvel kapcsolatban. De az ország több pontján kiállítás zajlik, mint Veszprémbe, Kalocsán, Budapesten, a Caritász mozgalomnak a bemutatása, mert ugye 85 éve alakult meg, és akkor a 25 éves újjá alakulásnak ugye ez egy ilyen nagyon szép kerek éve lett, és majd novemberben lesznek az országos nagy ünnepségek, amikor is ezt a programokat csúcspontra visszük, és a Bazilikában lesz egy nagyon szép záró jubileumi ünnepség, ilyen szentmisével egybekötve. Hány segítő van önöknél önkéntesként a Caritasban? Hát országosan vagyunk, ugye ez egy országos lefedettség mozgalom, ami kimondottan önkéntesekkel valósul meg. A pécsi egyházmegye, tehát ami az én területem, a mi területünk, ott 28 csoport működik, csoportonként átlagosan 10-15 fővel. Tehát csak közel 300 olyan önkéntes van, akik a csoportokba tevékenykednek, és ami egyházmegyei központoknál is elég sok. 10-15 folyamatos önkéntes van, de van, amikor egy-egy programunkra megmozgatunk közel 100-at. Tehát volt egy olyan programunk nem olyan régen, ahol egy adott hétvégén 100 önkéntes tevékenykedett. Bárki lehet önkéntes, vagy valami szempontnak meg kell felelni? Alapvetően bárki lehet önkéntes. Tehát mi, ha egy olyan valaki jön hozzánk, aki jó szándékkal felajánlja a segítőkészségét, a munkáját, akkor szívesen fogadjuk, és megtaláljuk majd azt a területet, ahol ő tud segíteni. De vannak konkrét programok egyébként, ahova kimondottan céltudatosan hívunk, célirányzottan hívunk önkénteseket. Benne vagyunk a nyárban, alaposan közeledik ugye sokunk számára az üdülés, nyaralás, táborozás ideje. A szerényebb körülmények között élő gyermekeket milyen módon tudják, milyen táborozási lehetőségekkel, nyári programokkal tudják segíteni, ellátni? Hát pont múlt héten kezdődött meg az országos Vára Nyár, ez a programunknak a neve, Caritász program, ami kapcsán közel 5000 gyermeket segítünk hozzá ahhoz, hogy nyáron élményt tudjon szerezni. Ez az országos szám, a mi egyházmegyénkben nagyságrendileg tudom csak mondani, hogy közel 500 gyermeket fogunk tudni táborokban segíteni, támogatni. Ez főleg akár élelmiszerre, akár az önkénteseknek a háttér támogatására vonatkozik, akár a napi melegételre vonatkozik, és e program kapcsán egyébként országosan 30 millió forintot költ a Caritas ezekre a táborokra. Ezen felül 300 gyermeket viszünk a Balatonhoz, az Erzsébet program kapcsán, balatoni táboroztatásba. Ez megint egy országos szám, ugye a 300, a mi egyházmegyénkből 20 kisdiák fog menni a július, nem tudom, 18-a környéki héten, akkor lesz az Erzsébet tábor, és akkor fognak menni táborozni. Ezen kívül van még egy programunk, ahol főiskolás diákokat, hát ez nem annyira táborosztatás, inkább egy összekapcsoló, egy önkéntes munkával a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán működik, ezt mondom pontos, az Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság tanszék, 2 év alakult meg, és velük nagyon jó az együttműködésünk, és egyre próbáljuk ezt bővíteni, és idén sikerült a Szentpölteni Caritászhoz 4 diákot elküldenünk, delegálnunk így közösen, akik ott önkéntes munkát fognak csinálni, kapnak Caritas képzést is, ezt nagyon várjuk ennek a programnak a megvalósulását, és ennek a háttérfinanszírozását azt a Szentpölteni Caritas fogja állni. Vesenci Zsolt, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. A Hősök, újítók, felfedezők címet viselő idei múzeumok éjszakáját az ország 400 intézményében több mint 2200 programmal várta a résztvevőket, mondta Hoppár Péter államtitkár a szombati programsorozat országos megnyitóján Pécsett.
A Janus Pannonius Múzeum Vasarely Múzeumában többek között kreatív, oppár stílusú szelfit, valamint a képzőművészre jellemző motivumokból saját Vasarely képet is készíthettek a látogatók. Pécset egyebek mellett még a Zsolnai Múzeumban csempefestést tartottak, a Vasvári Házban a pécsi kesztyűjé volt a főszerep. Idén sem maradt el a fáklyás túra a Jakab-hegyre, ahol a Pálos Kolostor romjánál a rend egyik szerzetese vezeti be a kolostori élet mindennapjaiba a túrázókat. A kulturális ágazat egyik legfontosabb központi ünnepsége ez, hiszen ünnepeljük a kultúrát, a művészetek adta életminőséget, és egyetlen éjszaka alatt bizony sok százezer ember mozdul meg Magyarországon, Budapesten és a vidéki helyszíneken annak érdekében, hogy valóban e polgári lehetőség felett áldozzon, hogy kézen fogjuk családtagjainkat és barátainkkal elsétáljunk a legközelebb lévő múzeumokba, közülési és művészeti intézményekbe. Az idei esztendőben 400 intézmény csatlakozott a programokhoz, és a 400 intézmény összességében több mint 2200 programot hozott létre. Mert hogy nem csak a időszaki kiállítások és az állandó kiállítások, tárlatok nyitják meg a kapuikat a múzeumok éjszakájára, hanem kifejezetten múzeumpedagógiai foglalkozások, események is zajlanak, és nagyon sokféle tevékenység folyik ilyenkor a kulturális intézményekben. Gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök azt a 35 éves pécsi lakost, aki a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. június 25-én 18 óra körül Pécsett a Kertvárosban az utcán előzetes szóváltást követően ököllel többször tarkon ütötte ismerősét. A bántalmazott férfi az elsődleges adatok szerint 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. En Jánost előállították a helyszínről a rendőrkapitányságra. A nyomozóknak beismerő vallomást tett, ellene garázdaság vétség miatt indítottak büntető eljárást a pécsi rendőrkapitányságon. Több mint 300 határsértőt fogtak el péntektől vasárnapig az ország területén, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken és szombaton 130-130, vasárnap 46 migránst fogtak el. Hétfőtől vasárnapig 637 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök. Az azt megelőző héten, június 13-ától 19-ig ez a szám 907 volt. Az ügyészség és a bíróság migrációval kapcsolatos bűncselekményekről megjelent tájékoztatói szerint az érkező határsértők állampolgárság szerinti összetétele nagyon sokszínű. Jelentős számban vannak a magukat afgánnak, szíriainak, pakisztáninak vagy valamely észak-afrikai országból származónak valók, de jönnek olyan távoli helyekről is, mint Kuba vagy Sri Lanka. A pécsi püspöki hittudományi főiskola június 25-én tartotta tanévzáró rendezvényét és jubileumi programját. A rektor szerint nagy szükség van képzett hitoktatókra. 280 év egy intézmény életében nagy idő, főleg úgy, hogy ez volt a 18. század elején, a török kiűzése után az első nagyon komoly olyan iskola Pécsett, amelyik a következő nemzedékek papi utánpótlását kinevelte. A pécsi püspöki hittudományi főiskola idén ünnepli újraalapításának 25. évfordulóját. A rendezvényen az iskola múltját bemutató kiállítást is megnyitottak a második emeleti folyosón. Én nagyon körültekintő munkával került a főiskola megszervezésre, a tananyag. Ezeknek az embereknek 3-4 nyelven kellett tudni, hogy a horvát, a német és a magyar hívekkel is tudjanak kommunikálni, tudják a gyerekeiket tanítani, és végül is az ő munkájuknak kívántunk emléket állítani, immár egy új épületben, új hallgatókkal, új tanári gárdával, egy 25 éves újraalapítással 1991 után. Az intézmény célja alapvetően az, hogy az egyház számára képezzen szakembereket. A három fő terület ezen belül a lelkipásztorkodás, a hittanári szakma és a teológia. Ciglányi Zsolt rektor szerint egy iskolának elsősorban az alapfeladataira kell minden erejével koncentrálni. Nagyon jól működik ez a kétszakos képzés. Tavaly is idén is olyan 10-10 fő jelentkezett kétszakos képzésre. Most persze van, akiket máshova vesznek föl, mert azokat előbbre jelölték meg, de van angol hittanszakosunk, médiatanár hittanszakosunk, hittanárszakosunk, meg majd lesznek megint újabb hallgatók.
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Hunyadi úti új épületét 2014. decemberében adták át. A teljes felújítást a Pécsi Egyházmegye biztosította saját forrásból. Kisorsolták a női kosárlabda Európa Kupa csoport beosztását. A Pink Pécsi 424 egy csoportba kerül a Peac Péccsel, ha az utóbbi tovább jut a selejtezőből. A B csoportba sorolt Pink csapat ellenfele egy török gárda és az orosz NBA Moszkva lesz. A csoport negyedik tagja a szlovák Pöstjén és a Peac Pécs tovább jutója lesz. Könnyen előfordulhat, hogy baranyai párharcot hoz a csoportmeccs. A négy csapatból kettő jut tovább. Híradónk végén főbb híreink röviden. Hagyományteremtő tükenap a Tettyén. Nyit a Pécsi Polgári Szalon Egyesület. Nagy szükség van képzett hitoktatókra. Jubileumi tanévre zárt a Hittudományi Főiskola. Hősök, újítók, felfedezők. 70 programmal várták a pécsieket a múzeumok éjszakáján. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!